20 ezeren tiszta választásért 2022 csoport segítségével összegyűjtöttük azokat a településeket, ahonnan a civil delegáltak visszaéléseket jelentettek. A térképen megtalálhatóak azok a települések is, ahol idős, beteg, demens embereket szavaztattak le, és a fenyegetésektől sem riadtak vissza. A beszámolókból az rajzolódott ki, hogy a csalásokból a templomok is helyi kocsmák sem maradtak ki, ha még több érdekes történetre vágysz, akkor kattints a cikkünkre.